Mindannyian tudjuk, hogy munkánk során felgyorsult életünk mindennapjaiban mennyire fontos az azonos célkitűzésekért dolgozó szervezetek közötti jó összhang, a mind kevesebb bürokráciával járó hatékony együttműködés. A jelenlévők előtt nem kell részletesen indokolni, milyen sok közös felelősségből adódó együtt gondolkodást és együttes cselekvést igénylő feladat áll a két szervezet előtt. Ez az együttműködési megállapodás, amelynek aláírására felkérem a két szervezet vezetőjét, a még színvonalasabb, eredményesebb és hatékony munka reményében fogalmazódott meg. Felkérem dr. Ormosi Attila rendőr ezredes urat és dr. professzor Vasas Joachim urat a szerződések aláírására. Köszönöm mindenek előtt a sajtó érdeklődését ez iránt, az esemény iránt. Meg vagyok győződve arról, hogy egy halatlan fontos lépés ez a mostani együttműködési megállapodás. Fontos azért, mert a lakosság életminőségét, közérzetét, a közbiztonság, az úgynevezett szubjektív közbiztonság, az, hogy ő hogyan érzi, hogy mennyire van biztonságban személy szerint, mennyire vannak biztonságban a javai, mennyire biztonságos az élet egésze, hogy úgy mondjam. E tekintetben fontos szerepe van a rendőri munkának, ugyanakkor mindnyáján tudjuk azt, hogy a közbiztonság nem a rendőrségen múlik alapvetően, hanem egy társadalmi felelősségvállaláson, egy együttműködésen, nagyon-nagyon sok szereplő együttes gondolkodásán és cselekvésén. Egy olyan intézménnyel köttetett ez a megállapodás, amelyik Egerváros legnagyobb dolgozói létszámú és tanulói, hallgatói létszámú intézménye. Egy olyan intézmény, amelyik olyan szempontból is sajátos, hogy nagyon sokféle szakmában képez, és ahol egyébként a nemegri diákok aránya, a bejáró és kollégista tanulók aránya a legmagasabb az önkormányzati intézmények. Igazi térségi szerepköre van, térségi beiskolázása van ennek az intézménynek, és sok tekintetben abban a helyzetben van, hogy társadalmiak hátrányos helyzetű diákok is látogatják aránylag szép számmal. Tehát azt mondhatom, hogy különös kihívás ebben az intézményben szakmai és nevelési eredményeket felmutatni, és ennek az intézménynek a tekintélyét, rangját erősíteni. Ezen van az intézmény új vezetése, ezen dolgozik a tantestület, az intézmény valamennyi dolgozója, és én ezt hallatom nagyra értékelem. Olyan témákat feszeget vagy tartalmaz ez a megállapodás, amelyik egyrészt a törvénytiszteleten alapul, hogy a fiatalok számára ezek az értékek fontossá váljanak, és ezek az élet mindennapjaiban válhatnak fontossá, nem, hogy úgy mondjam, tankönyvből tanulva, hanem magatartási normákat felállítva és érvényesítve, és ez az a terület, ahol én azt gondolom, hogy a rendőri munkát végzők, a rendőrség adott esetben szakmailag, emberileg támogathatja az intézmény munkáját és viszont. Fontosnak gondolom azt, hogy olyan ügyekkel foglalkozzunk, mint a drogprevenció, hiszen köztudott, hogy a városban működik egy kábítószerügyi egyeztető fórum, ebben nagyon sok szervezet tevékenykedik. Alpolgármester úr vezetésével tevékenykedik a bűnmegelőzési tanács. Tudjuk azt, hogy minden egyes közgyűlésünk azzal kezdődik, hogy a városi rendőrkapitányság vezetőjéhez a képviselő kérdéseket intézhetnek.
abszolút olyan témákról van szó, és nem csak közrendről, közbiztonságról, hanem közlekedési fegyelemről, közlekedési morálról és biztonságról, amelyek az élet mindennapjaiban halatlan fontosságúak. Biztos vagyok abban, hogy egy-egy ilyen megállapodás arra is alapot ad, hogy egyfajta emberi közelség, személyes munkakapcsolat, az nem csak a munkaidőben, hanem hogy úgy mondjam, a különböző szabadidős programokban is legyen lehetőség a találkozásra, az eszmecserére, és ezáltal erősödjék az a háló, amelyik a biztonságérzetünket is erősíti, másfelől az oktatási intézményünk nevelő munkája eredményesebbé válhat. Én ehhez a munkához kívánok a magam részéről sok sikert, és köszönöm azt, hogy ezt a kezdeményezést megtették, elhatározták és meg fogják valósítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!